Sziasztok, aki látta az Augsburg elleni edzőmérkőzését a Ferencvárosnak, az azt is látta, hogy az utolsó 10 percre beállt egy nem túl magas termetű, de nagyon fürge és technikásnak látszó játékos, Kvákubonszó szószej, aki hát próbajátékon van a Ferencvárosnál. Ettől a fogalomtól is elszoktunk a Fradival kapcsolatban, mert hát a Fradi nem volt olyan szinten, hogy próbajátékon játszasson játékosokat már hosszú-hosszú évtizedek óta. Hát hála Istennek ideértünk. Ez egy gánai játékos, aki 22 esztendős, és hát megjárta már a világot, mert Szlovákiában is játszott, de hát ennél azért fontosabb, hogy a Caracasban játszott, ugye Venezuelában, ahol volt neki 23 darab bajnoki mérkőzése, és 5 gólt rúgott, 3 gólpasztadott, illetve a Libertadores kupában is játszott, hát ami ugye a Dél-Amerika legrangosabb kupája, ezt mindenki tudja, aki szereti a focit, és ott hat meccsen egy gólt szerzett, tehát azt lehet mondani, hogy ezek a számok, tulajdonképpen különösen a Libertadores kupa az figyelemre méltó, de annál figyelemre méltóbb az, amiket azok mondanak, akik látták az edzésen, hogy egy viszonylag technikás, tehát az átlagos színvonal fölött valamivel lévő, gyorsaságban viszont, viszont a csapat átlagánál messze jobb teljesítmény nyújtó játékosról van szó. Amiről szeretnék beszélni vele kapcsolatban, az az, hogy nagyon kevés anyag áll rendelkezésre az interneten, egy-két videót lehet találni, nagyon keveset lehet róla olvasni, tehát igazából úgy megítélni szurkolóként, vagy labdarúgás kedvelő emberként azt, hogy ő jó lenne a fradiba vagy sem, ennek alapján képtelenség. Tehát én azt mondom, hogy nagyon helyes, hogy játékon van, és a szurkolók is megszokják, de ennél sokkal fontosabb, hogy a stáb végül mit fog dönteni vele kapcsolatban. Ugyanis ez, ez a játékos lehet hasznára a Ferencvárosnak ha fel tudja venni azt az edzésítmust és bele tud illeszkedni abba a taktikába, amit a Ferencváros követ, az nyilvánvaló, hogy az a nem nem lassú Auskinál, ő egy jóval gyorsabb játékos. Azt is tudjuk a különböző, még egyszer mondom, nagyon szorványos adatokból, hogy ő elsősorban jobb futó, jobblábas játékosról van szó, de tükörszélsőként is nem egyszer bevetették már mérkőzéseken, és ott is megállta a helyét. Az Arthur Legacy Sports az az ügynökség, amelyik ugye őt kezeli, amelyik ő, ő neki a játékjogával rendelkezik és ez az ügynökség csak gánai játékosokat értékesít, magát az ügynökséget is egy gánai üzletember vezeti. Ennek az ügynökségnek a legértékesebb játékosa a 18 esztendős Félix szafena aki, aki hát 5,5 ,5 millió eurót ér, de ide tartozik ebbe az ügynökségbe az Addo nevű, Edmund Addo nevű gánai játékos, 22 esztendős, aki a, a szabadkában Focizik. Ha megnézzük az ügynökségnek a profiát, akkor azt kell mondjam nektek, hogy, hogy 23 éves játékosnál idősebbel nem is foglalkoznak, tehát kifejezetten az az ügynökség, amelyik a fiatal tehetségeket kívánja értékesíteni Gánából, elsősorban Európába, úgyhogy ezzel foglalkoznak, tehát valószínűleg ugye ez a vonal jutott el hajnal a másikhoz is. Nagyon szurkolok, hogy beilleszkedjen a csapatba, ennek nagyon sok feltétele van, ahogy elmondtam, tehát például az, hogy a taktikai repertoártba beilleszkedjen, megértse, átsajátítsa ezt a dolgot, amivel viszont biztos nem lenne probléma, az a gyorsasága. Na most azt is szeretném elmondani nektek, hogy ne nagyon induljatok ki azokból a videókból, amiket vele kapcsolatban láttok, mert a jobb csapatokból érkező játékosoknál akár 15 perc is nagyon sok mindent megmutathat egy játékosról, ő viszont az egy gyengébb csapatok elleni játékait tartalmazzák ezek a videók, tehát nem tudom, hogy adott esetben mondjuk egy, egy komolyabb csapat ellen legyen az akár a Kisvárda vagy a Fehérvár, hogy ott ugyanúgy tudná játszani. Úgyhogy fel van adva a lecke a csercseszovék stábjának, az látszik, hogy megpróbálják vele, tehát látnak benne fantáziát, és nagyon szurkolok, hogy ez valóban így történjen. Ami viszont nagyon lényeges, hogy nem tudunk arról, hogy aláírta-e még a szerződést a Ferencvároshoz, sőt úgy hírlik, hogy még nem, tehát nyilvánvalóan ez a három mérkőzés dönteni fog a sorsáról. Úgyhogy aki szurkol neki, az szurkoljon, és, és én is azok közé tartozom, aki azt gondolom, hogy, hogy lehet ebben valami Hogyha, hogyha, kellőképpen ö, meg tudja magát mutatni a stáb számára. Kvaku, Bonsu, Oszei előtt reméljük, hogy kinyílik a kapu. No hát ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett kélek iratkozz fel a csatornámra, most már beállítottam ilyen támogatói szinteket, tehát ezzel is tudod segíteni a munkámat, de ha úgy gondolod, akkor a videó alatt, tehát a számla történő utalással is tudod segíteni a munkámat. Hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit!